genfi barangolásunkat a Forddal folytatjuk. Az S és a C Max alá lő várhatóan a Ford a B Max-szal. Ez 4 cm-rel hosszabb a Fiesta-nál, és 32-vel rövidebb a C Max-nél, azaz a C Max-nál. Az oszlop nélküli tolóajtók a fő érdekességei, másfél méter széles kaput nyitnak az utastérbe. Nézzük a közben, hogy elektromosan működik az előre nyíló ajtó, illetve a tolóajtó. Martin Smith, a Ford formatervezésének vezetője szerint az oszlop nélküli megoldás akár szériába is vihető. Itt látszik, hogy milyen szépen mozog az ajtó elektromosan. A hátsó ülések aszimmetrikusan dönthetőek, és a Midfahrer ülés, a jobb első ülés támlája is előrehajtható, így egy 2,35 méterű rakfelület érhető el. A belső minősége nagyon magasan szárnyal, a C-Max-éhez hasonló. A motorválasztékban talán a legérdekesebb az EcoBoost, a ma divatos háromhengeres őrületben egy 1 literes, két változóan állítódó vezértengellyel, turbóval, közvetlen benzinbefecskendezéssel, start-stop rendszerrel, a váltók között pedig ott lesz a robotizált kétkuplunkos változat is. Ez is egy egyterű, egy osztályjal magasabban, és nem Ford. Ez az Opel Zafira Tourer Concept, egy tanulmányautó, ami nagyon közel áll már a bemutatóhoz. Frankfurtban a Zafira végleges változata jelenik meg. Az első lámpája az Ampérára üt, az elektromos autóra. 7 személy ülhet benne, a leghátsó sor a padlóba süllyezhető, a második sor pedig gombnyomásra 2 személyessé formálható, dönthető háttámlával. Az első üléstámlák hátán érintőképernyős számítógép is lehet, a tanulmány motorja egy 1.4-es turbó start-stop rendszerrel. Egy hatalmas üvegtető van rajta, aminek a másik fele, a hátsó része műanyagból készült.